egyes statisztikai adatok alapján a magyar lakosság közel 20%-a érintett lehet 70 éves koráig a bőrrák valamely típusában. Doktornő, hogyan alakul ki a bőrrák? Alapvetően a bőrrákot a nap okozza, és a genetika. Ez a kettő legnagyobb faktor az, amit ismerünk, a legfontosabb a napfény. A napfénnyel kapcsolatban az nagyon fontos szerintem megjegyezni, hogy a nem melanoma bőrrákot leginkább az élet folyamán elszenvedett összes napfénysugár összessége okozza, míg a melanomát azt inkább a napégésekhez lehet kötni. Itt nagyon fontos, hogy a gyerekkori napégés többszörössel számít, mint a felnőttkori napégés, és nagyon fontos megjegyezni a szolárium nagyon-nagyon károsító hatását. Különböző bőr elváltozások nagyon sokfélék lehetnek. Melyek a legagresszívebbek? Tényleg nagyon sokféle bőrnövedék van, amit laikus szem általában nem tud megkülönböztetni egymástól. A legagresszívebb bőrdaganat, amitől félünk és amitől féltjük a pácienseket, az a melanoma malignum. Ez nagyon nehezen elképzelhető a páciensek és az emberek számára, hogy ez akár egy barna folt a bőrön, és csak egy folt, szinte azt hiszi, hogy le tudja kaparni. Egy egyszerű barna folt, ami nem viszket, nem fáj, nem piros, semmi panasz nem okoz, és mégis áttétképzésre hajlamos, és egy ember halálát tudja okozni. Sokat beszélünk arról, hogy az önvizsgálat mennyire fontos. Nekem is rengeteg anyajegyem, rengeteg szemölcsöm van, de nem biztos, hogy észreveszem azt, hogyha egy új születik. Mitől válhat mondjuk egy anyajegy rendellenessé? Mikor fogjunk gyanút? Alapvetően azt mondjuk, hogy évente egyszer javasolt egy bőrrák szűrés vizsgálatra elmenni. Hogyha rendszeresen ellenőrzünk, és esetleg fotóval tudjuk dokumentálni a testrészeidet külön-külön, hogy mi volt ott 2 évvel ezelőtt, akkor nagyon szépen fogjuk látni, hogy mi az, ami nem volt ott, és mi az, ami egy új képlet. Ezen kívül te úgy tudsz orientálódni gyakorlatilag a képletek között, hogy lehetőség szerint havonta azokat, amiket a bőrgyógyász kér, hogy lesz rá, hogy kukancs rá, hogy ilyen volt-e, hogy emlékszel, azokat leellenőrzöd, esetleg le is méred. És ha úgy látod, hogy valami egyre káoszosabb, egyre több színe van, egyre furcsább a formája, egyre jobban előemelkedik, akkor az biztos, hogy az célszerű rögtön megmutatni, hogy egy nagyítóval, egy dermatoszkóppal megvizsgáljuk. Bőrgyógyászként milyen eljárások állnak a rendelkezésedre, amiket alkalmazhatsz a vizsgálat folyamán? A klasszikus dermatoszkóp azt nyújtja gyakorlatilag, hogy felnagyítja a képet egy nagyon profi fényhatások mellett. Olyan struktúrákat látunk, amiket mi megtanulunk, hogy hogy kell elemezni, és ez alapján egy algoritmus végigfut az agyunkon, és egy pontrendszert alkot az agyam, amiből eldöntöm, hogy valami gyanús, rossz vagy jó. Ezt lehet azzal fokozni, hogyha minden egyes anyajegyet tudok úgy fotózni, hogy az időspektrumon ezek a fotók megmaradnak, és ezeket a fotókat utána egymás mellé teszem és összehasonlítom, akkor kristálytisztán látom azt a változást, ami ebben az anyajegyben zajlik. És ez alapján a legbiztosabban tudom megállapítani, hogy van szükség arra, hogy eltávolítsuk, vagy pedig nincsen. Mindenki rémálma, hogy egy rossz indulatú elváltozást vesz észre a bőrgyógyász. Mi a következő lépés? A legfontosabb kiemelni, hogy ha időben itt vagy, akkor nem lesz rossz indulatú. Ha késve jöttél, akkor lehet, hogy már gyanús vagy rossz indulatú, és akkor minél előbb megtörténik az eltávolítás. Ez gyakorlatilag egy sebészi kimetszés, körbe kell vágni az anyajegyet, varratok, egy hét után a varratok kikerülnek, és közben a szövettani vizsgálat visszaküldi nekünk, hogy mi igazolódott. Milyen stádiumai vannak a melanómának, illetve hogyha időben észreveszik, akkor milyen a túlélési arány? Itt van a kulcskérdés, hogy mi mikor ismerjük fel ezt a folyamatot. Hogyha ezt a folyamatot abban a pontban felismerjük, amikor ez a lefelé terjedés még nem ért el egy bizonyos rétegig, ahol az áttétképződés teoretikusan vagy technikailag meg tud történni, akkor gyakorlatilag ezt úgy nevezzük, ezt a stádiumot, hogy in situ melanoma, 100%-os a túlélés. Egyszerűen nem tudott adni, áttétet nem volt rá lehetősége. Hogyha sajnos ezt a stádiumot túllépte, akkor már invazív melanómáról beszélünk, innentől kezdve a teoretikus lehetősége annak, hogy áttét kialakult, és akár egy sejt a szervezetben valahová eljutott, megvan. Vannak ma már azért kezelések, de nyilván minél mélyebbre hatolt ez a folyamat, annál nehezebb megállítani, vagy végletesen visszafordítani. Rovatunkat támogatta a Dr. Rose Magánkórház.